Alberto Houdinival. A lyukkamerákról rengeteget lehetne még beszélni, megyünk egy kicsit tovább. Az analóg alapok részben nem akarunk iskolás módon tanítani, csupán fel szeretnénk hívni a figyelmet néhány alapfogalomra. És ezeknél azért legyél sokkal alaposabb, nézz utána, a világhálón minden megvan. Biztosan fogunk nagyon sokszor olyan technikai fogalmakat mutatni, vagy olyan technikai fogalmakról beszélni, ami szakmailag nem teljesen tűpontos vagy elégséges. Itt minden egy kicsit szubjektív, de biztos, hogy valahogy működni fog. Mi nem a denzitométernek dolgozunk, képeket csinálunk. Mi is jó képeket szeretnénk csinálni, te is jó képeket szeretnél csinálni, te is készíts jó képeket. Na de hogy milyen jó kép, azt én nem tudom, majd ti megmondjátok, írjátok meg. Szóval a korábbiakat követve, még egy nagyon fontos alapfogalom a mélységélesség. A fogalom régebbi elnevezése mélységi élesség volt, ez valamivel pontosabb, jobban kifejezi a dolog lényegét. Tehát szigorúan véve a valódi kamerák egy adott pillanatban csak egy bizonyos távolságra tudnak fókuszálni, a fókuszban levő sík előtti és mögötti területek fokozatosan elmosódnak. És a fókuszban lévő legközelebbi és legtávolabbi pont közötti területet nevezzük mélységélességnek. A legfontosabb dolgok, amitől a mélységélességünk függ, az objektív rekesze, mennyire van kinyitva a rekeszed, objektíved fókusztávolsága, persze a kamerához képest a tájtávolság, mekkora a szenzor a film, a fényérzékeny anyagod mérete. Kicsit ezt hagyjuk, két srácról fogok beszélni. Itt sokat beszélünk az exponálásról, de mind a két srác keveset exponálja magát, pedig hatalmas analóg tudásuk van. Egy makói srác, egy makói csávó fog nekünk sokszor majd segíteni analóg ismeretekben. És jöjjön a hagymák földjéről Kis Lali mög mondja. Korábban már beszéltünk arról, hogy mennyire fontos szerepe van a lyukkamerádon lévő luknak. Egy adott kamerához természetesen megvannak ennek az ideális paraméterei. Most Kis Lajos megmutatja, hogy hogyan készíthetsz nagyon egyszerűen lukakat. A lukak nagyon fontosak. Ugyan nem ideális, de nagyon használható lyuk, biztos, hogy fogsz vele képet csinálni. Na, hogy miért? Az kérdés. Ebből vágunk egy darabot, tűvel tudunk rá fúrni egy lukat, és már ilyen jobb minőségű lukat tudunk készíteni, hogyha vásárolunk különböző vékony lemezeket. Itt van sárga réz, alumínium és vörös réz. Ezekből a lemezekből ugyanúgy könnyűszerrel, ollóval tudunk vágni egy megfelelő darabot. És az első feladat az, hogy megfelelő csiszolópapírral először ilyen 350-es vagy 360-as jelzésűvel egy kicsit durvábbal, majd vannak már ilyen finomabb polírozási minőségű lapok, például az 1500-assal. Ezt a rézlemezt elvékonyítjuk, ezt a vékonyítást ezt mikrométerrel tudjuk ellenőrizni, minél vékonyabb, annál jobb. Fogunk egy tűt, itt olyat érdemes keresni, aminél ez a hölgy minél hosszabban vastagodik meg, saját kameránkhoz, a negatív mérethez és a fókusztávolsághoz neten található kalkulátorokkal kiszámoljuk a megfelelő lyukméretet. Kijön, hogy 0,3, azt beállítjuk egy tolómérőn. És ilyen kalkulátort számos helyen találsz az interneten, például. Hogy melyik pontja rendelkezik 0,3-as átmérővel, azt megtaláljuk, akkor ezt egy alkoholos filccel föl tudjuk jelölni. Pici kalapáccsal egy falapon az elvékonyított rézlemezünkbe bele tudjuk ütni
finoman ezt a lyukat. Itt az alufóliával szembe annyi előnyünk van, hogy a hátulról kitüremkedett réz lemezt az ugyanúgy, mint ahogy az elején elvékonyítottuk a lemezt, le tudjuk picit a tűvel ezt a lyukat meg tudjuk igazítani. Hogyha ellenőrizni szeretnénk a lyukat, akkor hogyha van egy egyszerű telefonunk, a kameráját makrómódba állítjuk, és fény felé fordítva ránézünk a lyukra, akkor lehet látni, hogy mennyire sikerült tökéletes rakkör alakunk. Minél precízebb a kör, és minél vékonyabb a hordozó, annál jobb minőségű a kép. Ezek a saját készítésű lyukak, de a kamerádhoz ideális lukat akarsz, akkor azt meg lehet csináltatni nagyon profin, vagy meg lehet vásárolni. Például nézd csak! Két fiúról beszéltem, a másik srác, Fiala Gábor. A napokban, a Fugában, a Petőfi Sándor utcában nyílt kiállítása, ott voltunk. Remek. Sokan ismerik persze a reklámszakmából a nevét, de lehet, hogy kevesen ismerik az igazi oldalát. Kevés olyan embert ismerek, aki talán világéletében szenvedéllyel tudja, hogy mit szeret és mit szeretne csinálni. És Gábor ezt tudja, neki ez a fotográfia. Személy szerint nagyon sajnálom, hogy nagyon keveset mutat be, és nagyon ritkán ezekből a munkáiból. Gábor rengeteg analóg és archaikus tudás birtokában van. Próbáljátok megkeresni és faggatni. Nagyon érdemes. Üdvözlet! Készen voltak, és ezekből válogattam össze. Természetesen itt mindegyik analóg, amelyik előtt állok, ő nem. Ő az egyetlen, amelyik egy digitális mű, egy dibond. Egy ismerősöm, vagyis egy barátom. Szerintem csodás eddig, amelyik láttam belőle. Hadd gyerek. Az jó szó? Nem tudom, én csak bejöttem onnan hátulról, és mondták nekem, hogy ez egy komoly embernek van itt egy kiállítása. Egy rohadt egységes fényképész ízrészt. Nagyon utáló. Szerintem egy nagyon jó fotográfus, nagyon kreatív, nekem nagyon megmozgatja az agyamat minden pillanatban. Na, itt van Houdini is, csak most nem látszik, pihenget, remélem a későbbiekben aktívabb lesz, például segít a fénymérésben, na nem a középszürkét, de a jó feketéket belőhetjük rajta. Sziasztok, Brownhand fotó volt Houdinival, két hét múlva, valószínű hétfőn. Hello Houdini, mondjál már valamit. Mondjad, hogy... Na mondd még egyszer. Szevasztok.